A napi hírek a COVID-19 vírussal fertőzöttek és azon már átesettek számáról szól, de nem sokan beszélnek azokról, akik ugyan átvészelték a fertőzést, fizikailag kigyógyultak belőle, lelkileg viszont nem, mert annyira meggyötörte őket a mi lesz, ha, a megkülönböztetés, a bezártság, az aggodalom, a félelem, a szorongás. Nagy Gizella és Kedei Ibolya mentálhigiénés segítők tudták, hogy el kell a segítség etéren is, és post-COVID, azaz koronavírus fertőzésen átesett személyeknek indítottak terápiás csoportot a marosvásárhelyi Bólyai téri unitárius egyházközségnél, ahol felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki részt vehet a foglalkozásokon. Stúdiónkba köszöntjük tehát Nagy Gizella és Kedei Ibolya mentálhigiénés segítőket. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Mi is köszöntjük nagy szeretettel a nézőket. És hát, amint említettem a felvezetőmben, hogy azért el kell, azt hiszem, egy ilyen másfél év után egy ilyen post-covid terápiás foglalkozás, és tulajdonképpen miről, hogyan bizonyosodtak meg a post-covid terápiának a szükségességéről? Mi volt az a pillanat, az a momentum, amikor azt érezték, hogy igen, kell ezzel foglalkozni, és nagyon sokan bajban vannak e téren? Hát segítőként ugye nagyon-nagyon sok emberrel állunk kapcsolatba, álltunk és állunk kapcsolatba, és nem, de azt mondhatom, hogy gyakorlatilag mindannyian úgynevezett post-covidos helyzetben vagyunk, hiszen valamilyen szinten mindenkit ért valamilyen veszteség, tehát valamilyen szinten mindenki elszenvedője volt a világjárványnak. Van, aki a fertőzésen esett, tehát jó magam is, férjemmel együtt. Van, aki szeretteit veszítette el, minden megváltozott. Tehát még a gyász folyamat is, maga a temetési szertartás is, a rítusok, az a temetéshez, gyászhoz fűződő rítusok is. És igazán akkor fogalmazódott meg, amikor bennem legalábbis, amikor olyan helyzetekkel találkoztam, hogy meg is fogalmazták, hogy milyen jó lenne, ha létezne egy olyan csoport, ahol másokat is hallhatnának, mert a megküzdés az nagyon egyedi. Nincs recept, hogy hogyan küzdjünk meg, ez sok mindentől, sok tényezőtől függ, de milyen jó lenne megosztani, és egymás eseteiből is tudnánk tanulni, szakembereket meghívni. Tehát így fogalmazódott meg a gondolat, és Ibolya azonnal partner volt, és így futottunk neki. Nem volt egy minta, amit követhettünk volna. Ez elég friss egyébként, nagyon. Ez a terápiás csoport, pár hetes. Igaz? Igen, június elején kezdtük, igen. Uh-huh. Igen, amikor már úgy éreztük, hogy lehet csoportot összehívni, és voltak és jelentkezők. Igen, voltak, igen. Önsegítő csoport volt a minta, amiből kiindultunk, de gyakorlatilag egy rendhagyó önsegítő csoport lett, és az önsegítő csoportoknak a kis csoport változatával indultunk. Egy picit közvetlenebb is a kis csoport, személyesebb is, tehát 14 tagja van a csoportnak. És most így a csoport foglalkozások során egyértelműen elmondható az, akár hogy maga a COVID mindannyiunkat, de talán azok, akik nehezebben vészelték át, vagy akik elveszítették szeretteiket, de mindegyikünket valamilyen formában traumatizált? Miben, milyen jelekben, vagy milyen problémákban, tünetekben mutatkozik meg ez a trauma? Ez nagyon változó. Uh-huh. Van, akinél olyan szövődmények, akik átestek a fertőzésen, szövődményekkel küszködnek. Izületi, gyomor, bántalmak. Én magam is, amikor, nem csak amikor benne voltam, utána is jó hosszú ideig az úgynevezett agyi köddel kellett megküzdjek, ami azt jelentette, hogy nehezen tudtam koncentrálni valamire, sokszor a szavakat is nehéz volt előhívni, vagy egyáltalán kimondani. Ezt nekem légzőgyakorlatokkal sikerült nagyon-nagyon jól kezelni. Nagyon sok
emberrel, embertől, akivel dolgoztam, és nem csak, akivel általában találkoztam. Nagyon sok embertől hallottam, hogy hasonló gondokkal küzd. De ugye nem csak pszichés elváltozások, hanem a... Nem csak a testi, hanem a lelki. Igen. Tehát a lelki igényeikre is figyelnünk kell, és ezt vettük észre, hogy az maga, hogy ott lehetnek közösségbe. És ugye a régi falusi közösségeket most már ezek a kis közösségek fogják felváltani, meg a szomszédsági közösségeket, és bizonyja a lelkünk egészségére is kell figyelni, nem csak a testi tünetekre, hanem a lelkire is, és erre odafigyelünk, ugye nekünk sincs egy minta erről, mert amit tanultunk, az az önsegítő csoportoknál, az nem kimondottan a koronavírusra utáni, tehát erre nincs, de hát amit tapasztalunk egyik alkalommal, azt megbeszéljük, tanulunk belőle, és a következő foglalkozásra hetente vannak a foglalkozások, és akkor igyekszünk annak megfelelően készülni. Tudom, hogy ami egy csoportos foglalkozáson belül történik, az a csoporton belül kell maradjon. De általánosságban mit lehet elmondani, hogyha így a lelki tüneteket tekintjük, hogy mikkel kellett megküzdjenek azok, akik átestek, vagy elveszítették, de hogy ezen túl, mert hogy ezek árnyaltabb dolgok, árnyaltabb problémák, és egészen mélyrehatóak, és nagyon nehezen lehet azért akár az agy spekulatív működésével is megküzdeni. Tehát az egyik a bizonytalanság, a belső és külső egyensúlyvesztés, uh-huh. a letargia, a félelem. Ugye nagyon sokan, tehát a családi minták is megváltoztak, maga a család struktúra is megváltozott. Nagyon sok idősebb generációhoz tartozónak, már a mi generációnkhoz tartozónak is a gyerekei külföldön élnek. Akik megfertőzöttek, azok a vírussal való megküzdést is azért, hogy a belső vívódással, egy picit mondhatjuk azt is, hogy a saját magányukban kellett megvívják, mert segítők voltak nyilván, de csak az ajtóig mehettek. Uh-huh. Tehát az ajtón nem mehetett be senki. Uh-huh. És azt hiszem, hogy az egyedül lét a legrosszabb ebben a történetben. És a mi lesz, ha... Igen. Igen, ez a mi lesz, ha... Vagy az a fajta bizonytalanság, hogy na most, ha jelentkeztek valami furcsa új tünetek, akár lelki vonatkozású, akár fizikális, menjek orvoshoz, vagy ne menjek orvoshoz. Ezért tartottuk fontosnak orvosokat is meghívni, mert ők tudták igazán alátámasztani, hogy bizony van, létezik, nem mindenki fogadja el még most sem, hogy létezik, vannak szövődményei a fertőzésnek, és igazán ebből a bizonytalansági állapotból szeretnénk a csoport tagjait, szerettük volna, és úgy tűnik, hogy ez sikerül is kimozdítani az belső és külső egyensúly újra megtalálását, az átkeretezést, hogy a negatív gondolatait tudja pozitív irányba terelni, próbál olyan gyakorlatokat tanítunk, olyan gyakorlatokat mutatunk, és mindenki természetesen egyénileg úgy használja, ahogy neki megfelel. Mert bármilyen elesett helyzetben vagyunk. Nem létezik, hogy nem találunk uh-huh. valamit, egy pici kis valamit, amiért hálát tudunk adni. Uh-huh. Igen, a hálának az érzése az nagyon sok mindenből uh-huh. kiemel valóban. És ahogy ön is említette, van egy ilyen általános kételkedés, illetve hogy nem fogadjuk el azt, hogy esetleg bennünket akár traumatizált lelkileg ez a történet, mert hogy mi erősek vagyunk, talán butaságnak is vélhetjük valamelyest, hogy hát nem vagyok képes megbirkózni, vagy hogy mi ez a gyengeség, hát aztán szedjem össze magam. De hogy csak ott van, hónapokon keresztül csak ott van, mit lehet mondani azoknak, akik... ilyen problémákkal küzdködnek, de mégsem mernek kérni segítséget, vagy pedig nagyon lekicsinylik ennek a jelentőségét. Hogyan lehet őket bíztatni, hogy azért van megoldás? Tehát, hogy ezt így nem kell mindennel egyedül megbirkózni. A legjobb az lenne annak tudatot is
tudatosítása, hogy ez nem egy szégyen, tehát ne legyen egy szégyenérzet az, hogy valaki elkapja a koronavírust. És mindenképpen, tehát hogy ez dolgozza le, és csoportokban, tehát a közösségekben próbálja megtalálni a választ, meg a kapaszkodót. És hogyha csoportterápiáról beszélünk, akkor milyen célokat határoztak meg úgy azért maguknak, így már a kezdetekkor? Hát én itt idézném Edith Éva Éger a Döntés című könyvéből. Hát nem biztos, hogy pontosan idézem, de az a lényeg a mondatának, hogy a döntés a mi kezünkben van. Dönthetünk úgy, hogy azt siratjuk, ami elveszett, vagy dönthetünk úgy, hogy megpróbáljuk kihozni a legjobbat abból, ami még megmaradt. Ez az egyik vezérfonal, ami mentén elindultunk, hogy nézzük meg közösen. Tehát ugye az önsegítő csoportoknak a közös tanulás is a lényege, a megtapasztalásoknak a megosztása, és... Talán az a tudat, hogy nem vagyok egyedül. Egyáltalán. Te is? Neked is? Na ugye? És a ráismerés, a felocsúdás, hogy... És talán ezáltal azokat, akik stigmának élik meg, talán ezáltal azokat is tudjuk egy picit befolyásolni, hogy nem kell bezárni mindent magunkba, mert egy idő után telítődünk. És akkor mi fog történni, amikor már nem fér több, amit oda begyömöszölünk a lelkünkbe? Hát akkor jönnek a testi tünetei, igen, azt hiszem, ugye a pszichoszomatikus tünetek. Végezetül mondják el nekünk, hogy kik csatlakozhatnak a csoporthoz, vagy fog-e indulni új csoportnak, hogy már egy meglévő csoporthoz nem, vagy alig, ha lehet ugye csatlakozni. Milyen tervek vannak jövőre nézve? Kik kereshetik fel ezt a csoportot? Hát bárki felekezettől függetlenül megkeresheti a csoportot, akkor is, hogyha kíváncsiságból keresi meg. Szívesen látjuk. És hát most júniusban befejezzünk az első csoportunkat, június végén, és mi is tanulunk ebből, levonjuk a következtetéseket, és akkor szeptemberben szeretnénk újat indítani, tehát jön a nyár, de hogyha nagy szükség lenne rá, akkor júliusban is tudnánk csoportot indítani, hogyha látjuk, hogy tényleg még szeretnék, és még szükség van, megpróbáljuk, de a nyarat azt gondolom, de ha szükség van, akkor indítunk, de szeptembertől mindenképpen, és szeretettel várunk bárkit a csoportban. Nemtől, felekezettől függetlenül. Én Maride Hazenel klinikai pszichológust idézném záró gondolatnak, hogy ha jobban tudnánk kapaszkodni egymásba, ha jobban tudnánk hinni a szeretet erejében, akkor talán az élet is és a halál is könnyebb lenne. Valóban ez nagyon szép, igaz, befejező gondolat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és sok kitartást a munkájukhoz. Köszönjük szépen.